Úgy, úgy. Eli, köszönjük, sziasztok. Köszönjük, oda szépen. Mondjuk, sziasztok. Yeah. Úgy, úgy. Sziasztok. Yeah. Igen, majd összevág. Megint főzünk a Helenával. Igaz? Sertés húsból csinálunk édes savanyút. Igaz? Így van, így elvágjuk a húsit. Így. Te is vágod, sziasztok, de gyönyörű unokád van. Köszönöm szépen. Sziasztok, mondjad, sziasztok. Mondjad. Oda, mondjad, hogy sziasztok. Úgy, na. Szecsuáni fog készülni sertéshúsiból. Vagy édes savanyúna. Ilyen lett. Most már begyógyult, még egy picit lila. Sziasztok! Szép lett. Mondtam, hogy lesz. Igaz, Helena? Igaz? Igen. Szétvágjuk a húsikat. Mert még csinálunk egy kis hús szép. Köszi! Jaj, vigyázz életem! Nehogy leessen az a jó hús. Jaj, mindjárt elvágjuk. Sziasztok, de gyönyörű már. Köszönjük. Mondjad, hogy sziasztok. Na. Köszönt a Helena is. Köszönt a kicsim. Várod már az Ovit? Szia, megfőztük a tereceptet szerint a káposztát. Na de jó, örülök neki. A füstölt húsisat. Isteni lett. Puszilak, Vikiké, egészségetekre. Lenes, egészségetekre nem kéne a késmutas, nehogy. Jaj, az tényleg igaz. Akkor így vágom a húsit, jó? Igaz, nem mutatom a kést. De cuki, köszönjük. Igen? Majd azt is még a vágjad. Igaz a kés. Ő az én unokám, a Helena, igaz? Mondjad, hogy sziasztok. Sziasztok. Jó, hangosabban mondjad, nem hallják. Majd hangosabban. Puszi nektek is, drágám, puszi! Puszi, Viki! Igaz? Viki! Azt mondja, Viki a húsnak. Viki, mondjad, Viki! Viki! Azt mondja, Viki! Mondjuk, Viki! Viki! Most ott vagy náluk. Igen! Elvág, mondja, ez husi. Ez nem a Viki, ez a husi. Sziasztok, de fajn, hány éves? 2 éves és 9 hónap. Most megy egy picit a porszívó. Mindjárt a zöldséget is. Igen, az unokám. Nem, köszönöm. De jó, mondja, egyen meg. Igaz-e? De jó, mondja. Porszívózik a anya. Anyuka porszívózik. Ó, de ügyes. Olyan, mint egy hercegnő. Köszönjük. Puszi. Mondjad már, hogy puszi. Mindjárt puszi. Na, ne szégyellősködj. Köszönöm az 1000 lájkot. Köszönöm, Katicám. Akkor te küldted azt a lájkokat, mert pont 1000 van. Köszönjük szépen a Helivel. Hát ő nem nagyon akar mutatkozni, a Melinda. Nem szereti. Igen. Puszit kérek. Nagy. Igen, ez.
Jaj, kés, sziasztok, mit főzöl? Édes savanyút csinálunk sertéshússal. Szépen lassan. Most porszívózik a szobába. Már elvesztett. Elvágtuk. Sziasztok! Várjál, babám, ezt itt elvágni. Igen, az unokám. Kérek egy csókot. Puszi? Akkor kérek egy puszit. Adsz egy puszit. Kérek, na. Kérek egy nagyon finomat. Na, ki van itt, aki tiltani kell? Sziasztok! Gyönyör az unokád. Köszönjük szépen! Mondj egy, hogy köszönjük szépen! Feltettünk levest is, főzünk zöldséglevest. Csirke nyakkal. Nagyon szép kis csaj. Köszi szépen, Barbie! Köszönjük mindenkinek! Mondjad, köszi! No. Sziasztok, drágám! Szia, diám! Sziasztok, babák! Mondjad, sziasztok, babák! Mondja. Nem otthon vagyok. Helenáéknál vagyok. És most itt főzünk egy kis édes savanyút. Oké, ez a kis szépség. Ő a Helena, az unokám, igaz? Mondjad már mamánál, mama itt van. Mondjad, mama itt van. Na. Sziasztok, képzeld, teljes vagyok, és kérdeztem tegnap előtt, hogy kezdődött a Jaj, na akkor terhes vagy. Na, örülök neki. Gratulálunk. Én ne legyek benne. Na. Gratulálunk. Kisbabája lesz. Hallod, Heli? Gratulálunk a kisbabához. A nagyon legjobb tanító mester jó kezekben van a kislányka. A tuti, igaz, drágám? Igaz ez? Ne. Azt mondja, ne. Igaz? Ja, igaz. Jó van, azt mondta, hogy igaz. Jön már, anya. Nem tudom, mit akar tőled. Gyere, Meli. Tényleg? Akkor olyan popsütő lőtt hozzá már. Gyere már! Na, akkor utána visszajössz? Vás. Jó van. Vas. Mutatja a kezét, hogy neki meg kell mosni. Na, nyisd ki. Vas. Mutatta a kezét, hogy neki meg kell mosni. Egy unokám van, a Helena. Azt mondja, vas. Vas. Angolul persze, nem is magyarul. Lopom elfele, de édes. Köszi. Köszönjük, olyan hihetetlen. 3 éve próbálkoztunk ezzel. Na látod, 3 éve próbálkoztatok, és most már az Isten megadta. Na, gratulálok hozzá, milyen nagy öröm ez. Itt élnek Magyarországon. Az, miért beszél, azt kérdezik így. Miért beszél angolul, hol élünk? Itt élnek Magyarországon, Tiszenánán. Azért beszél angolul, mert angol meséket nézett. Kiskora óta. Köszi szépen, köszi Mixer. Angol meséket nézett, és azért beszél angolul. Gyere ide, illetem. Vesz csak lejjebb a levesni. Teljesen kicsire. Zöldséget mindjárt megpucolom. Pucolunk zöldséget a levesbe. Imádlak titeket. Puszilunk mi is titeket. Mit főzök? Édes savanyút. Nem jössz ide, Heli? Mi? Nem jön? Elfáradtál? Vagy mi? Lányod hány éves?
22 lesz, igaz? Októberbe. Ez hogy igaz? 22 lesz októberbe. Vas, 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 mi megtörült a száját. Sziasztok, javára válik az én lányom, és imádja az angol nyelvű mesét. Igen, amúgy javára válik, fog az agya rá a magyarra és az angolra is. Mind a kettőt nyomja. Magyarul is beszél, meg így angolul is mondja. Mondjuk, ha kezét meg kell mosni, azt angolul mondja. Hogy vas. Nekem is olyan jó olyan szoknyám van, mint neked, Melinda. Na, az jó, örülök nekem, úgy az a legjobb anyagú, meg a legjobb állású, gyönyörű kislány. Köszi szépen! Az igaz, hogy az unokákat jobban szeretik, mint a sajátjukat? Hát, várj, nem tudom. Hát, fura kérdés. Nem, nem mondanám azt, hogy jobban, hanem mit tudom én, így mégis másabb egy kicsit, de nem úgy, hogy jobban szereted, hanem tudod, hogy a gyerekednek a gyereke, és akkor olyan jó, tudod, még plusz jó érzés. Úgy érti meg az angolt, hogy a angol mesékből ő ezt tudja, érti, mert a mesébe is mutogatnak mindent. Köszönöm szépen, Viktóriám! Tényleg? Kedvenced vagyok. Puszillak. Nagy vidám fiatal maradtál. Pozitívan kell hozzáállni mindenhez. Látjátok, ki el lett a szám? De arra sem beszélsz róluk. Jobban félted, mert nem te neveled. Igen, az is benne van, hogy mit csinál, hol van, minden rendben van-e, el ne essen, meg ne üsse magát, vigyázzatok rá, ne bambuljatok el. Ilyenkor jobban fog az agyuk, igen, és nem is bánom, hogy az angolt is érti. Ezzel küszködök, ezzel a nagy pattanással. Be van gyulladva, holnap meg ballagás. Köszi! Szia! Köszönöm az integetést, Robert, Mata. Melinda, már titokon te vagy a legjobb, mert te önmagadat adod. Hát köszönöm szépen, Evelin, és örülök neki, hogy látod. Szerintem dolgozom, de közben nézlek, mert nagyon szeretünk. Na, jó munkát, Mónim. Örülök, hogy néztek. Majd valahova menni kéne nyaralni, igen. Kiballag. Nyomd ki. Miért, Janet? Ja, a pattanást! Azt hittem a live-ot. Szia, Rubi! És tegyél rá fogkrémet. Reggel már kinyomtam kicsit, de kenybe estére fogkrémmel elszárítja a fogkrém. Oké, akkor bekenem patás, nem szabad nyomkodni. Hát már egy picit megnyomtam mixer, meg kellett, mert már undorító volt. Hát, nagy forma, köszi szépen. Vagy élesztőt, igaz-e? Itt is van egy, meg ez, hát ez hülyeség, ez mi ez itt? Szia, Melindám, sziasztok, de ki kell. Hát ezt már kicsi, nem nagyon nyomtam meg, tudjátok, csak kicsit. De szép vagy. Köszönöm, kreatív. Puszillak. Köszönjük. Így is. Ez a pattanása mindent visz most. Ez mindent visz. Most ez minden balhét visz, ez a pattanás. Az összes balhét elvitte. Nagyon komoly szinten van. Pattanás! You're live in... Ez mit jelent? Hogy mi? Én? Mit csinálok? Live? Life is life. Na, 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 na. Én nem olyan vagyok, mint a Helena. A Helena jobban tud angolul, mint én. Jó van. Mondjátok a Helenának, hogy life is life. Nagyon szerettem hallgatni, hogy beszélsz. Köszönöm szépen. Hol vette? Nagyon szép és jó áll. Köszönöm szépen. Ezt Budapesten vettem. A József városi piacon. Ja nem! Bocsánat! Nem ott vettem, az Ázsiába.
ezt az Ázsia Centers-be vettem. Vettem egyet a Melinek is, mert megtetszett neki ez a ruca. Hol van az övé? Ez a ruha megtetszett neki. És ő is kapott egyet. Látod? A Melindának is vettem ugyanilyen ruhát. A Falkó dolgozni van. Pesten csináltattam a számat. Most Tiszenánán vagyok. Na, mindig egyformában vagyunk amúgy. Párom, dolgozni. Life is life. Inkább kiszaladt, láttátok, hogy kiszaladt. Sütöm a flakonokat, get! El vagyok varázsolva, a fánkokat imádom, közben téged nézlek, nagyon finom a Barbie, szerettem a fánkot, meg a flakonokat is, nekem is ilyen ruhám van kékbe, jó kény, igaz, milyen jó anyaga van, a jó kis pamutos, kis sportos, kis vajény, ha eddig leszel a lányodnál, délután ötig. Köszönöm szépen, Usher, jól vagyok, jó minden, köszönöm kérdésed. Megmutatom. Gyere már be, drágám! Ezt csináltam magamnak tegnap a körmömet. És a lábamon is megcsinálom. Ma fogom megcsinálni a lábamon. Ugyanilyen lesz a lábamon. Sziasztok! Jó, a lányod, de édes vagy. Igen, mit csinálsz? Főzünk? Gyere! Na gyere vissza! Köszönj! Akkor hagyjál, Helena! Akkor azt mondta, hogy no! No! Na, vedd csak fel! Szép lett, tippelj, mit művelek szépség. Hé, kit írtalak, skudikusz? A írját csúnyát! Csúnyát mersz írni? Repülsz? Engem nem érdekel. Ki akar magad tiltatni? Még mit művel? Hallod? Csúnyát írsz? Ki repülsz? Na, írjál csúnyát, gyere! Ó, de jól néz ki, mit főzöl, nene, de jó lett a körmöd. Én lányom meg, Elena, de szép neve van, igen, már rájött, köszönjük. Anyum is Melinda, na no, Vivien, te meg Vivien, Melinda meg Vivien névnap, egy napon van a névnapunk, anyudnak, nekem is, neked is, minden Viviennek, Melindának, flakont is üthetek, tudsz nekem egy hát. Ja, igen, jó flakon, milyen finom ma, jó flakon, tejszínhab írja, hova valósi vagy? Kommadrasi vagyok amúgy, de Halmaugrán lakom, de szép neve van a kislánynak, köszönöm szépen. Csekkolom a körmöt, csajos. Igen, egy na. Így van, tudom. Rubi, Hungary. Igen, csekkoljátok. Ilyen lesz majd a lábamon is. Szép vagy. Köszönöm szépen mindenkinek. Na, mi az már? Mi a baj, csajok? Mi a baj, csajok? Helenának mi a teljes neve? Szalai Helena Blanka. Úgy hívják, hogy Szalai Helena Blanka. Kanada? Ott lakik a néni. Nem vagyok otthon. Gyönyörű szép vagy ma is. Köszi, drágám. De szép neve van. Köszönjük. Köszöni a Helena is. Nem otthon vagyok, itt vagyok Tiszanánán, a Helenánál. Főzünk egy kis levest. Ó, a hangot meg le kellene vennem. Főzök egy kis levest, meg csinálunk édes savanyút, sertéshúsból. Elég is ennyi sárga répa bele. Teszek bele egy egész paprikát is,
Nekem is van ilyen ruhám, csak feketébe. Nagyon igaz, Barbie, nagyon kényelmes. Neked meg fekete színbe. Fekete színbe is csinosám. A fekete színű ruhák, mert amúgy is lankít egy kicsit. Hát ballagásra magamnak végül is fekete ruhát vettem. Fekete ruhánál maradtam. Baba rózsaszínt akartam venni. Tudjátok, azt a púder rózsaszín. Hát hallod? Olyan átlátszós volt. Na, itt vagyok. Annyira jó nézni, hogy főzöl, rendesen örömmel csinálod. Jaj, a kés megint mutattam. Drága volt a szád. Hát, 96 ezer. Hány éves Helena? 2 év, 9 hónapos. Sziasztok, szia mindenkinek. Sziasztok, állandó festve vagy. Csak szemhéj tus van rajtam, dig. Csak tus van rajtam, meg a szemöldököm van megcsinálva, alapozó nincs rajtam. Csak ennyi. Alapozó nincs rajtam. Csak egy tusvonalat húztam, meg megcsináltam a szemöldökömet. Aztán annyi, meg egy Bambi. Heli! Ó, ezen a TikTokon mindig változik minden. Na gyere, Helena! Meli, milyen a ruha? És jó áll rajta a ruha, gyerekek? Hova mész? Már akkor csinálom a hajam, ne gyere utána. Na, akkor csináld meg a hajad. Gyere ide, Helena! Ő is megy az anyja után. Heli! Ne, szonja, now! Várjatok, már nem tudom, hogy kell átfordítani. Elszaladtak, mind a ketten, láttad? Nagyon csinos, köszi Vivien! Hogy mondod, az igaz, hogy töltetted a szád utána, már nem érzed annyira, mint korábban. De hogy még érzékenyebb, mint korábban. Épp ez az, hogy nem bírom a csípőset, meg az erőset, mióta fel van töltetve a szám. Édes vagy így is. Biztosan szépen sminkelsz. Szeretek. Jaj, nem mutatom már a kést, odafigyelek. Igen, ő a lányom. Megcsinálja a haját. Mindjárt jön. Csak megcsinálja a frizuráját. Sziasztok, szia... Jaj, a kés. Na, látod? Így-e. Csinálom a szecsuáni, de előbb már most már a levesbe belerakom a zöldséget, belerakok mindent, krumplit, sárgarépát, fehérrépát. Jaj, köszönöm, Barbie! Nekem 2 gyerekem van. A Romi is már 19 éves, dolgozni van. Ő is dolgozik. A Rómeó. Igen, én általában minden nap főzök. Vannak gyerekek, van uram. Főzni muszáj. Nem? Főzni alap dolog. Alap, hogy főzünk. Azért mondom, hogy én majdnem mindig. Szia, milyen leves csinálsz? Csinálok egy kis ilyen csontlevest, ilyen húsi levest, csirkenyakkal. Csak csirkenyak lesz benne, meg sok zöldség. Karfió, vagy nem. Zeller, karalábé, akkor kelkáposzta. Ezeket mind belerakom a levesbe. Sárgarépa, fehérrépa. Ha megmutatod a kést, az rosszat jelent. Igen, de jó vagy így. No, köszönöm. Mi finomat főzöl. Édes savanyút csinálunk. Édes savanyút. Mert csinálunk egy kis húslevest, egy kis zöldséges levest. Mennem kell Melindán, vinnem kell a lányom az orvoshoz. Reggel úgy kelt, hogy bedagadt a szeme. Jaj, Barbikám, akkor vigyed az orvoshoz, mielőbb gyógyuljon meg.
Majd írsz, hogy mi lett, meg hogy van. Bedagadt a szeme, lehet megfázott, vagy begyulladt a szeme. Vigyed az orvoshoz. Hát, de jó anyaklán. Köszönöm szépen. Hát a TikTokon nem szabad kést mutatni azért, mert eleve a TikTokon nem lehet kést. Ja, homályos, egy kicsit a kamera, már nem olyan jó a fény. De majd mindjárt erre engedek vizet, aztán mindjárt arra megyünk, jobb lesz a fény. Köszönöm szépen, legyen csodás napot, gyönyörű. Köszönöm, drágám, köszönöm, viszont kívánom, Boros Lena. Ilyenkor vannak nekem kiütéseim, vajon az mitől valami allergia? Szerintem lehet az, vagy a szúnyog nem megcsépett, mert ha a szúnyog megcsíp, valaki allergiás a szúnyog csípésre, és akkor még több kijön rajta. Engem, ha megcsíp a szúnyog, akkor elkezd mindenhol még több kijönni, de hogy? Köszönöm szépen, kicsi mezei! Sziasztok, szia Szabrina! Szerintem az lehet, allergia gyógyszert kell szedni, az orvos írja fel. Hú, de fura neve van. Nagyon fura neve van, már ki akartam hirtelen mondani, Cetrizin, vagy valami ilyesmi a neve. Allergia gyógyszer. Sziasztok! Úgy szeretlek, olyan kedves, aranyos vagy, nagyon ember vagy, Melinda. Köszönöm szépen, Timikém, ti is mindazok vagytok. Azaz, cetricin. Cetricint kell szedni. Cetiricin. Az kellene nekem is. Jó lenne most. Na, azt kell szedni, a cetiricintől helyre jön. Helyre hozza. Komolyan. Helyre jön attól. Az hozza helyre. Mi a horoszkó? Nyilas vagyok. Messze lakik a lányod tőletek. Nem lakik messze, a 60 kilométer. Köszönöm mindenkinek. Igen, úgy ejtik Melindám, Cetrizin. Cetrizin, jó. Cetrizin. Vagy antivakarin. Tényleg, antivakarin. Mit főzöl? Leves csinálunk, meg édes savanyút. Sertés hússal, tésztával. És kedves, nem mindenki ilyen TikTokon, aki live-ozik. Tényleg? Hát örülök neki. Nyilas vagyok én is. Na, örülök annak is. Annak is örülök. Te is nyilas vagy. Szia, drága Meli. Szia, Tinus! Szia, drága Tinus! Te mindig fresh vagy is vidám. Fresh! Köszi! Köszi, kicsi mezei! Gyere, Meli, csináld meg a hajadat, aztán akkor gyere, mutasd meg a ruhádat! Nem. Na, nem mondod. Siófokra, sétányra, ér. Jaj, Siófok! Hú, tudod, milyen messze van ide nekünk? Pedig úgy mennénk arra. Mellette csoda vagy. Köszönöm, Andikám. Puszillak. Mi is nagyon szeretünk titeket, mindenki. Belerakom már ezt ide. És most már fel fogom tenni a húst is. Mindjárt jövök. Bezöldségezem már. Na, tettem zöldséget a levesbe. Sziasztok, másik laká. Igen, itt vagyok a lányomék. Szia, kicsi mezei, Micsi, hogy vagy? Otthon vagy? Nem, de jó. Anyuka, vagy örülnek az enyém? Örülnél. Igen, kreatív. Köszönöm. Váltok, leveszem a hangot. Levettem a hangot. Szeretem, hogy ilyen vagy. Lányom, igen, lányomnál, igen. Puszilag, Szabinám. Igen, a lányomnál vagyok, a Melindánál. Felkockáztam a sertés húst. Hol a fazek? Fazek. Hát a lányom még nem főznek zsírral. Nem zsírral főznek. Az itt a probléma.
Puszilag. Puszi, a Falkó bátya. Dolgozni van. Kendesz. Hagyj lenni. Akkor mit főzzünk, máma? Jó lesz az a kaja? Dik, emmilyen nagy a pattanás, gyerekek. Neki is pont ugyanott van a pattanás, ahol nekem. Azon az oldalon, ott van neked is egy nagy gümő. Nem is tettél fel. Ott van, vettem az asztalon löncsöt. Megeszik egy fél malacot. Tud elmenni. De kevesli. Kevesli. Helena, mi finomat eszel? Ő is azt csinálja, mint az anyja. Azt csinálja, mint te. Bújik a kamerát. Gyere. Na, mutassam. Biztos lányod is olyan szép, mint te. Köszönöm szépen, Edinám. Olyan csinos, mint te. Köszönjük szépen. Neked van lányod, nagyon fiatal vagy, drágám. Én nem gondoltam, hogy ilyen nagy lányod van. Igen, igen, ő a lányom. A fiam is ilyen nagy. Fordulj már ide! Nem szeret nyilatkozni. Nem szeret kamerába lenni. Dik. Éjjá, éjjá, ó! Nem fordul erre. Neveti a Heli. Van igen, unoka is. Mutatom. Ha nyugtó hagyva lenni. Jó van, egyél nyugodtan. Mert ha nem. Egyé, na. Én a Helena kérdezik. Helena, integessé, mondj tu, sziasztok. Sziasztok. Na, ez most leült enni, gatya lesz. Akkor ő neki nincs TikTokja, de édes, de aranyos. Hát van TikTokja, úgymond TikTokon fent van, csak nem tölt fel semmit. Nézelődik, halljátok? Á, itt bújik kifele, itt valami. Az arcamon. Azt hittem a falba. Á, ki akar törni? Becseszni. Neki is ott van egy nagy kolompár Vinettu. Sziasztok! A Melinda 22 éves lesz októberben, a Romeo, a fiam, az pedig 19 éves. Na, akkor öntünk bele egy kis olajat. Nem használ a Meli sertés zsírt. Kis huncutsága. Ja, az igen! Kis huncut! Ez sokáig őket. Köszönöm szépen, Erzsikém. Igen? Mi van a szádba, drágám? Á, így csinálja, á. Lehet csípi, a savanyú. Csípi, akkor hol vannak az ivóleve? Megitta Melinda a dobozost? Szerintem meg. Akkor a kis flakonja hol van az ivója? Ez van valahol az ivója. Hozd ki az italodat, Helena. Hagyjad, máma, tele itt a magá. Hát te le kéne öblíteni, hogyha csípi neki a savanyú. Csak eszi, hagyjad. Csak eszi. Főzünk, Romeónak van felesége. Van neki barátnője, van. Az a kis ujjam úgy fáj. Sziasztok! Szia mindenkinek! Van neki barátnője, van. Opa! Barátnője van. Sziasztok! Amikor én itt lent vagyok, én főzök. Mert amikor nem vagyok itt, akkor ő főzik. Akkor ő főz. De mivel én vagyok, most itt vagyok, most én főzök. Én majd takarítom a fürdőt. A Melinda majd takarítja a fürdőt. Nagyon jó, Nanyi, lehetsz. Köszi szépen. Köszi, Bibi, Babi, Bobi, Kám. Mi van? Na, szép név. Jó, kitaláltad amúgy. Tényleg. Milyen lett a körmöd? Megmutatom. Ez az ujjam el van zsibban. Yeah.
így mutattam, vagy így. Ilyen lett a körmöm, és majd a lábamon is így akarom megcsinálni. A lábkörmömet. Köszi szépen! Csirke nyakról csinálok egy kis levest, meg sertés húsról édes savanyút tésztával. De jól szemöldököd. Na, köszönöm, jó? Reggel csináltam meg, jó? Köszi! Reggel hoztam helyre. Jaj, kicsim. Kocs, kocs, kocs. Júj! Anya, vagy köszi. Anya főztje mindig jobban esik és finomabb. Hát igen, igaz, Meli? Jobban esik a főztő. Na. Hogy nem szeretek főzni. Nem szeret főzni, azt mondja főleg, hogy nem szeret főzni. Várta, begyújtom itt a gáz. Mindjárt jövök. Ha bebírom. Nem tudom, melyik kapszula. Na, itt vagyok. Kukucs. 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 Köszönöm, Timikém. Hát olajjal. Ha nem zsírral főznek a lányodék, akkor mivel? Olajjal. Gyönyörű nő vagy, büszkék lehetnek a gyerekek. Köszönöm szépen. Olajjal főznek, Dia, azért, mert nem tudom. Miért nem főzöl disznózsírral? Mert engem nem mi? Pedig az nem jó. Én olyan nagy szendvicset megcsinál, telenyomta. Amúgy jó Bari Rozáliás szendvicset csinál, csak szólok. Ja, nem cigizik, de cuki, köszi. Szép lett a szájtöltés, meg vagy vele elégedve, remélem én is félek. Igen, meg vagyok vele elégedve. Mindjárt teszek rá szőlőzsírt, mert száraz. Meg vagyok vele. Nem tetszik majd a szájtöltésem, még ő nem is mondott semmit. Jó? Na. Fú, gyerekek! De igaz, hogy jó lett? Jó. Nem az a durva, mi? Fajn. Igen, jó. Most jó vagy nem jó? Azt a mindenit. Nyilván, igen, olajjal, igen. Dik egész nap eszik, azt milyen csini a Melinda. Köszi. Úgy megnézem a lány, hogy mennyire hasonlít. Megnéznétek, nem engedi. De édes kicsi lányka. Köszönjük, itt a Helim. Engem fogdos. De azt leütött. Láttátok? Már nem töltetek bele. Ennyi elég. Nem lehet megmutatni. Egyé, nyugodtan, nem csinálom már, mert félre nyel. Ezt nincs kedvem lenyúlni a torkára. Semmi kedvem. A Helenának a kis kacsóját nyomnám le, az végnyom. Nem fognám ott teszni, azt mondja, tornám. Kérd meg a lányod picit le. Hát, engeded, Melinda? Hogy majd mutassalak? Miért nem? Nem tudom, hogy mi van vele, ilyen... Itt van a nyaka. Hátul. Nyaka! Nem áll. Jó van, hagyom enni. Bocsirítam. Ne, Katar. Nem akar mutatkozni, igen, értem én. Nem akar, igen, nem akar. Húsi levest, egy kis csirkenyak gigáról. Leveskét. Meg csinálunk édes savanyút sertés húsizsaol. Megmutattam. Látjátok, már főj fel a leves. Meg majd itt lesz a húsi. A húsit meg kell párolni. De mit szégyelősködik? Szép, igen, csak nem szeretik. Szép, várjatok, már nem tudom átfordítani. A labellónál. Jaj, add vissza a labellómat. Helena, kérem, akkor Feskasszá ellopta a labellómat a Helena. Meddig marad? Addig, figyeld! Akkor Feskasszát, na. Csíz, és most akkor fess be. Na, fess be a szádat. Na, várj, leveszem. Ja, igen. Na, gyere. Na, fess ki labellóval. Jaj, de szép, küldjél puszit, csináld így. Úgy, most engem, puszi meg.
Láttátok, hogy finomat adott? Hangeffektet átváltozott a hangot. Nem már megint! Na ezt már én nem bírom tovább. Átváltozott megint, mókus hangot tettem. Mindenki ír, hogy mókus. Ja, várjatok! Mert véletlenül rányomtam, hát nem tudom, mindig megváltozik, a kamera átfordítás mindig megváltozik. Egyszer fent van, egyszer lent van, egyszer középen van, egyszer emitt van, egyszer amott van. Mindig megváltozik. De... meg itt rúzsozza magát. Já, azt mondja, ez aranyos. Na most, most már jó. Jaj, most kinevettetek. Azaz, küldöttek puszit. De imádom, na most mindenki megint kinevetett, mókus, mókus hang, Alvin is a mókusok hangod van. Azt a mindenit. Mert mindig megváltozik a kamera átfordítása, higgyétek el, hogy minden nap változik. De szép lány, de szép, de édes. Mókus hang is oké volt. Finom volt a puszi, köszönjük. Küld már puszit, ite, küld puszit. Úgy, úgy. Ó, de szeretem. Küldött nektek. Helena baby. Úgy. Ó, de szeretlek. Öngős. A nagyon finom, puha, sejmes baba illatú csók. Igen. Olyan volt. Na, most fesd ki magad. Köszönjük, Ildikóm, a rózsát. Köszi szépen. Úgy. Ó. Ah, gyönyörű, finom, sejmes, leírhatatlanul puha és megyillatú. Nincs tesója, szép kislány, de majd reméljük lesz tesója. Uh-huh. Rúzsos ki. Ne, úgy, úgy, szépen, úgy, ni. Jó. Ah, de szép. Ah, finom csókokat ad, gyönyörű, lehengerlő csókja van. Virágot a virágnak. Köszönöm szépen. Lopja a csókot. Mennyire édes már. Köszönjük szépen. Hallod, azt írják, hogy nagyon édes vagy. Cuki vagy. Má. Igen. Szép vagy, kicsi. A labellómat máma ki fogja nyírni. Azt tudni kell, hogy a labellómtól elbúcsúzhatok. Mennyi idős? 2 éves, 9 hónapos. Remélem, hogy visszaadja, majd visszacsalom valahogy. Az nem jó, hogy így, majd tudjátok, hogy lesz ki labellózva így. Van gyönyörű és kedves vagy. Kedves, mint te, Melinda. Jaj, köszönöm, Elinám. Puszillag. Igen, az unokám, Usher, Isten éltesse sokáig. Köszönöm szépen, Erzsikém. Puszillag. Köszönjük, viszont kívánjuk mindenkinek. Szeretném kérdezni, hogy leadtad-e már a fogkrém rendelést, ha igen, akkor kb. Mikor jön meg? Majd nem soká, Vivi, adni fogok majd neked egy telefonszámot, egy elérhetőséget, és akkor majd úgy fogjuk megcsinálni. Előre utalásos, azt írtam neked? Én is mindig így járok a kicsimmel. Te is mindig, mi újság? Hagyd nézem. Muti, küldjél csókot. Ó, hát már nagyon jó néz ki. Szép. Puszit. Úgy. Így csináld. Úgy. Ó, hát már egyre jobban látszik a kera. Csak a kera. Igen. Szép. Puszit is kérek. Én is kérek puszit. Wow, te máj is van. Wow! Máj. Az mit jelent, hogy máj? Ez máj. Ez máj. Nem tudom, mit jelent, ezt is angolul mondja. De aranyos, nem írta. Ja, nem írta? De ez előre utalásos. Mert mondták nekem, hogy mondjam azt is, hogy előre utalásos. Gyere ide. Nagyon szép. Egyszerűen gyönyörű. Wow, igen, Tiszenánán vagyok. Tiszenánán. Majd még jövünk vissza. Jó, gyerekek? Később még jövünk vissza,
Vissza kell mennünk a boltba a levestésztáért, mert levestésztát nem vettünk. Örülök, hogy itt voltatok, majd még jövünk vissza. És köszönöm a sok-sok lájkot és az ajándékokat, és a finom rózsákat. Na, szia! Helena, mondjad, hogy sziasztok! Mondjad! Sziasztok! Wow, te májjön! Igen! Puszi! Mondjad, puszi! Ó, letöri! Wow! Wow, gyönyörű! Wow! Aszta! Máj! És szép! Adj nekem egy puszi! Nekem is! Köszönöm! Oda is! Puszit! Sziasztok! Sziasztok! Máj! Igen!